estét kívánok, kedves nézőink! Önök az M-Klén Televízió január 11-i szerdai hírműsorát látják. Nézzük főbb híreinket egy-egy mondatban. Intézményvezetői értekezletet tartott Sárospatak polgármestere, ahol már a 2012-es költségvetés tervezéséről is szó esett. Kertészetek korszerűsítésére lehet pályázni január 31-ig, fejlesztésre és új beruházásra egyaránt. Egyre kevesebben használják az autóikat a magas üzemanyagárak miatt, hallottuk Sárospatakon. A 2012-es év első intézményvezetői értekezletét tartották meg a Sárospataki Városházán. Az önkormányzati fenntartású intézmények és gazdasági társaságok vezetői az évvégi beszámolók mellett már a 2012-es év költségvetésének tervezéséről is beszéltek. Az állami normatívák alakulása miatt az idén is szigorú gazdálkodást várnak el az intézményvezetőktől Sárospatakon. Az év első intézményvezetői értekezletét tartották meg a Sárospataki Városházán. Az önkormányzati fenntartású intézmények és gazdasági társaságok vezetői beszámoltak az évvégi teendőikről, viszont már a 2012-es költségvetéssel is foglalkoztak. 2012-es évnek a költségvetés tervezéséhez adtunk javaslatokat és útmutatót, hiszen azt látjuk, hogy a 11 is nagyon nehéz év volt, de 2012-ben sem lesznek könnyű helyzetben az önkormányzati intézmények és a cégek. A város polgármestere arról is tájékoztatta a megjelent intézményvezetőket, hogy a szigorú 2011-es gazdálkodás eredményeként 100 millió forintot tudtak megtakarítani. Ugyanakkor megdöbbenve láttuk, hogy 150 millió forinttal kevesebb normatíván rendelkezésre 2012-ben, tehát kezdhetünk mindent előről. Ennek ellenére ugyanazokat a feladatokat, ugyanolyan színvonalon, ahogy eddig látták el az intézményeink, szeretnénk 2012-ben is elláttatni. Továbbra is elsődleges célunk az intézményeinknek a hasonlóan jó színvonalú működtetése, a munkahelyeknek a megtartása, a bérek kifizetése. Az érintett intézményvezetőkkel az idei fejlesztési beruházásokról is egyeztettek. Kezdődik az Eszet Tamás Általános Iskola épületének a felújítása, kezdődik a belváros rehabilitáció, a művelődés ház előtti térburkolatnak a felújításával, a tanítóképző udvarának egybenyitásával, kezdődik a piacnak a felújítása, kezdődik több mint 110 millió forintból a árvíz által tönkrement utaknak a helyreállítása. A város két programban is biztosít majd közcélú dolgozókat az intézményeiknek. Ebben a programban 120 embernek tudunk munkát biztosítani Sárospatakon, és emellett szintén ugyanettől a dátumtól indul a már hagyományosan megszokott közcélú munkaprogram is, tehát én most úgy látom, hogy aki dolgozni szeretne Sárospatakon, annak fogunk tudni legalább ebben a két programban munkát biztosítani. A dolgozói létszám igényeket még e hónapban leadják az intézmények, hogy zökkenőmentesen indulhasson a februári foglalkoztatás. 2012. január 1-e és január 31-e között nyújtható be támogatási kérelem a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz a kertészetek korszerűsítésére. A pályázat több célterületet is érint. Lehetőséget ad például a már meglévő kertészeti épületek korszerűsítésére, valamint új üvegházak, növényházak építésére is. A Vidékfejlesztési Miniszterrendelete szabályozza az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészetek korszerűsítésére nyújtandó támogatások igénybevételének feltételeit. A támogatás célja a kertészetben a termelő tevékenység folytatásához és a megtermelt áru tárolásához szükséges épületállomány korszerűsítése, a korszerű technológiák alkalmazása a gazdálkodás összteljesítményének javítása érdekében. A kertészetek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás három célterületre vehető igénybe. Egyes célterület, kertészeti termelő tevékenységet szolgáló létesítmények építése, korszerűsítése, ezen belül új gombatermelő létesítmények építése, gombatermelő létesítmények rekonstrukciója, új üvegházak, valamint új fóliaborítású növényházak építése. Második célterület a kertészeti ágazatot szolgáló új tárló manipuláló létesítmények építése, és az ehhez szükséges infrastruktúrális beruházásoknak a építése. Ezen belül új hűtőházak, manipulálók építése, hűtőtárlók, valamint hűtőház rekonstrukciója és felépítése.
A harmadik célterület az előző két pontban meghatározott kertészeti létesítmények energiaellátásának biztosítása, ezen belül termálkút fúrás, valamint napelemes energiaellátásnak a biztosítása. Az igényelhető támogatás keretösszege 4 milliárd forint. Egy ügyfél legfeljebb 50 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesülhet. A támogatás aránya az elszámolható kiadások tükrében 35-60%-ig terjed. A 2011. január 1 és január 31-ei között adható be a megfelelő formanyomtatvány az MVH megyei kirendeltségéhez. A támogatási kérelem benyújtásánál figyelmet kell fordítani arra, hogy a formanyomtatvány fel legyen töltve a kötelező adattartalommal, és csatolva legyenek az előírt dokumentumok. A támogatással kapcsolatosan pontos információ a Magyar Agrárkamara szaktanácsadóitól kérhető. A héten újabb 10 forinttal emelkedett a benzin és a gázolaj literenkénti ára. A híradónk által megkérdezett egyik sárospataki töltőállomás tulajdonosa szerint a magas üzemanyagárak miatt drasztikusan visszaesett a forgalom, szinte alig van, aki tankol. Az autósok szerint egyre inkább luxus a gépjármű fenntartása. Nem csak a tankba, még kannába is tankolt egy sárospataki autós kedd délután az egyik töltőállomáson. Tette ezt azért, mert szerda éjféltől újabb 10 forinttal emelkedtek az üzemanyagára. Tavaly ilyenkor 350, illetve 360 forint volt az üzemanyagára, jelenleg 415, illetve 443 forint. Ez 15-20%-os áremelést jelent a tavalyi évhez képest, ez nagyon-nagyon meglátszik a benzinkút forgalmán. A tapasztalat szerint még korábban egy autós havi kétszer tankolt a tele autóját, ma csak maximum egyszer. A szerdai áremelés előtti forgalom is jól mutatja, hogy mindenki takarékoskodni akart. Tegnap például 400-an tankoltak meg körülbelül a benzinkúton, ma eddig 20-an. A hónap végén, hogyha áremelkedés van, nem jelentős a forgalom növekedés, mert hogy már nincs tartalék az embereknek, hogy megtankoljanak. Az autósok elmondták, kifejezetten megtervezik útjaikat, hiszen már nem 3 forint egy liter benzin. Hát megmondom, én nyugdíjas vagyok, hogy figyelem az egész évi politikát, hogy a környező országban is drágul, itt is drágul. Jó lenne, úgy lenne, mint mikor még legényújtam, hogy 3 forinttal egy liter, és tele lehetett tankolni. 100 forinttal és még vissza is adtam. Hát ehhez képest most 20 ezer van a kezébe? Ehhez képest most már vége. A töltőállomás tulajdonosa azt is elmondta, hogy miből áll össze az üzemanyagok ára. 40% a termelői ár, 3, illetve 4% a kiskerárés és a nagykerárés. Tehát, hogy, és ugye megint emelkedett 2%-kal az adó teher az üzemanyagon. A lakosság viszont csak azt látja, hogy az üzemanyag kutakon emelkednek az árak, azzal nincs tisztában, hogy ez tulajdonképpen állami döntés, nem pedig az üzemanyag tulajdonosának a döntése. A kisebb töltőállomások, talpon maradásuk és dolgozóik, valamint vásárlóik megtartása érdekében kisebb akciókat alkalmaznak. És amit még láthatnak a mai híradónkban. Fél évet értékelt a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Általános Iskola igazgatója. Sárospataki sportoló is felkerült az év sportolója Borsodabaúj-Zemplén megyei listájára. Sátoraljaújhelyi gimisek jutalomútja a Magyar Köztársasági Elnök Sándor Palotai rezidenciáján. Több újdonságot is hozott a 2011-2012-es tanév a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Általános Iskolában. Az egyik ilyen volt, hogy elindult a testnevelés tagozatos osztály. Ez az intézkedés az elmúlt fél év távlatában igen eredményesnek bizonyult, tudtuk meg az intézmény igazgatójától. Szintén a pozitív változások közé sorolható, hogy az anyaiskola épületében kapott helyet a Petőfi Sándor tagintézmény. A két nagy iskola zavartalanul működik, melyet az elmúlt hónapok eredményes munkája is bebizonyított. Szinte egy pillanat alatt repült el a tanév első fele. Pénteken zárul a fél év, jövő héten osztályozó értekezletek lesznek, és a hétvégén a diákok is megkapják félévi bizonyítványaikat. Sikeresen zárul az év első fele a Kazinczy Ferenc Általános Iskolában, és az sem okozott gondot, hogy a Petőfi Sándor tagintézmény az anyaiskola épületében kapott helyet. Nagyon jól megtalálták a helyüket,
hogy úgy mondjam, belakták azokat a termeket, azt a folyosót, ami, ahova beköltöztek, és nagyon jól tudtunk együttműködni. Egymás rendezvényei nem zavarták egymást, nem volt erre példa. Folyamatosan egyeztettünk az intézmény nevelőivel, az intézményegység vezetőjével, hogy azokat a konfliktusoknak még a lehetőséget is próbáljuk meg elkerülni. A gyerekek jól érzik magukat. A testnevelés foglalkozásoknál külön előnyt jelent, hogy a két intézményegység egy épületben működik. A testnevelés foglalkozásokon meg tudtuk azt volna, hogy 7-ben, 8-ban a lányok együtt vannak a két intézményegységből, a 7-es lányok és a 7-es fiúk együtt vannak testnevelés során, és a 8-os lányok is együtt vannak a fiúkkal együtt. A Kazinczy Ferenc általános iskolában évelejétől működik a testnevelés tagozat. A féléves eredmények azt bizonyítják, hogy ez a képzési forma is megállja a helyét. Szeretnek a gyerekek járni ide, és ha hiányolják a szülők, hogyha netán valami miatt, valamilyen rendezvény miatt elmarad ez a foglalkozás. Most kezdjük el 19-én azt a foglalkozást, tervezetet vagy foglalkozás sorozatot, amivel a leendő elsősöket felkészítjük a felvételi követelményekre, illetve megpróbálunk egy kis gyakorlás, képességfejlesztést, állóképességfejlesztést biztosítani a számukra. A leendő elsősöket csütörtökönként várja az iskola a felkészítő foglalkozásokra. Sárospataki sportoló is szerepel a Borsodabaúj Zemplén megyei év sportolója közösségi listán. A megyei napilap és internetes kiadása rendezte ezúttal is az év sportolója közönségszavazást. Egyetlen sárospataki sportolóként Sárga Attila ökölvívó szerepel ezen a listán. A fiatal boxoló jelenleg Tunéziában a magyar válogatottal edzőtáborozik. Borsodabaúj Zemplén megye napilapja és internetes kiadása már hagyományosan meghirdette a 2011-es év sportolója közönségszavazását. A 76 jelölt között egyetlen sárospatakiként ott van Sárga Attila, ökölvívó is. Edzője szerint az egész szakosztály kiemelkedő eredmény nyújtotta az elmúlt éven. Nagyon jó munkát végzett a szakosztály, eredményes évet zártunk 2011-ben, hiszen ranglistán benne vagyunk az első 25-ben. Én úgy gondolom, hogy nem csak a városnak, hanem szerintem a megyében is egyedülállóak vagyunk, akik most ilyen eredményesek voltunk. A stéci ökölvívója számos szép eredményt tudhat a háta mögött. Ezeknek a teljesítményeknek köszönhetően jelenleg már Tunéziában edzőtáborozik. Tavaly évben az Attila megnyerte az ifi magyar bajnokságot Kiskunhalason, szombatén pedig a felnőtt magyar bajnokságon másik helyezést hoztuk el, az Ungváritól kapott ki 12-9-re eredményes évet zárt az Attila. Ma reggel utazott ki Tunéziába a válogatott olimpiai felkészülés edzőtáborba. Bízok abban, hogy fog menni a kvalifikációs tornára, Isztambulba lesz március végén, április elején, és remélem, hogy meg lesz a város első olimpikonja Sárga Attila személyében. A megyei sportolói szavazás nem csak egyéni és klub sikert hozhat, a város is profitálhat belőle. Szerintem nagyon sok mindent turisztika szempontjából, sport szempontjából, tehát bármiben. Tehát amelyik egy egyesület vagy város eredménye sikeres, egy kisvárosban lévő egyesület sikeres, úgy sikeres maga a város is. Egyre több versenyző jön, egyre több vendég jön, nagyon sok vendég érkezik a kisvárosba, és nagyon sok pénzt hagyít. Az ökölvívók között több tehetséges fiatalt is találunk. Jelenleg 4-5 kiemelkedő teljesítményű öklöző erősíti Sárospatakot. A Russzó András, aki tavaly ugyanígy a megyében az e-sportolója volt az ő saját korcsoportjában, a junior válogatott kerettagja készülnek a junior világbajnokságra, január vége közepe fele indult Tatárra a közös edzőtáborozásra, és vett ott még Attilának az öccse, Krisztián, aki most lett junior korcsoport, és őre számítanak a válogatottba. Ezt leszámítom, még ott van 3-4 olyan versenyzők, aki bármikor odaérhet. A 2011-es éves sportolójára január 18-áig lehet szavazni. Összesen 7 kategóriában hirdetnek majd győztest. Ahogyan arról korábbi hírműsorunkban beszámoltunk, a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium egyik csapata nyerte meg a Borsodabaúj-Zemplén megyei közgyűlés által szervezett Rákóczi vetélkedőt. A diákok jutalma a pénzdíj mellett az volt, hogy látogatást tehettek a köztársasági elnök rezidenciáján, a Sándor palotában. A tanulóknak lehetősége nyílt beszélgetni Schmidt Pál köztársasági elnökkel is.
Schmidt Pál köztársasági elnök fogadta a Rákóczi év Borsodabó-Zemplén megyei történelmi vetélkedőjének győztes diákjait és felkészítő tanárait a Sándor palotában. A látogatáson a Mezzü Nagy Mihály Arany János általános iskola csapata és a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos gimnázium csapata vett részt. Örültünk annak a szép eredménynek, amit a megyei Rákóczi versenyen elértek a diákjaink. Megnyerték ezt a versenyt, és szép jutalmat kaptak, amelyet ott a megyei közgyűlésen, a megyei közgyűlés elnökétől vehettek át. Mindemellett igen rangos elismerés és lehetőség volt számunkra az, hogy a győztes csapat a Sándor palotába látogathatott, lehetőség nyílott arra, hogy személyesen is találkozzanak a köztársasági elnök úrral. A gimnázium diákjai sok munkát fektettek abba, hogy első helyezést érjenek el a Rákóczi vetélkedőn. Ezen munkának volt elismerése a Sándor palotába tett látogatás. Nagyon sok munkát fektetünk bele, és úgy látom, hogy ez meghozta a gyümölcsét. Igazából nem is az volt a legnagyobb élmény, hogy elnyerhettük azt a pénzjutalmat, hanem az, hogy igenis ott lehettünk a köztársasági elnök hivatalába, megnézhettük a termeket, a plenáris üléstermét, az ő dolgozó szobáját, az ő saját üléstermét, meg úgy összességében az, hogy ott lehettünk az ő irodájába, az ő hivatalába. Mindannyiunk számára nagyon megtisztelő volt, hogy a Magyar Köztársaság, vagyis most már Magyarország elnöke vendégül látott minket a rezidenciáján. Én úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk magunkra, és sok fontos élménnyel gazdagodtunk. A program keretében a diákok és a tanárok a köztársasági elnökkel megtekintették a palota déli őrségváltását. Úgy éreztem, hogy megtisztelő kint állni vele az erkélyen, és ő is először látta ezt az új őrségváltást, tehát úgy gondoltuk, hogy tényleg jó érzés volt ott állni mellette, és azt látni először, amit ő lát először. A diákok egy életre szóló élménnyel gazdagodtak a látogatás során. Ilyen szép jutalmat még diákok nem nagyon kaptak az elmúlt időszakban, se a mi iskolánkba, se más iskolába, mint azt, hogy elmehettek a felújított Sándor palotába. A Sándor palotába, ami egy gyönyörű műemlék, és ahova akárki nem mehet be, és minden ember örülne már magának ennek az egy ténynek is. Különösen örülnek a történelem iránt érdeklődő diákok. A diákok és a pedagógusok Borsodabó-Újszemplén megye közgyűlésének elnöke, valamint a megye főjegyzője kíséretében vettek részt a Sándor palotába tett látogatáson. Főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban. Intézményvezetői értekezletet tartott Sárospatak polgármestere, ahol már a 2012-es költségvetés tervezéséről is szó esett. Kertészetek korszerűsítésére lehet pályázni január 31-ig, fejlesztésre és új beruházásra egyaránt. Egyre kevesebben használják az autóikat a magas üzemanyagárak miatt, hallottuk Sárospatakon. Önök a Zemplén Televízió január 11-i szerdai hírműsorát láthatták. Híradónkat megtekinthetik a Zemplén Televízió honlapján is. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok. Viszontlátásra!